Az Elcsikinizsi Móri Zsigmond úti pályájának öltözője, klubháza, valamint kiszolgáló egységei az elmúlt évtizedek alatt szinte semmit sem változtak. A mostani öltözőként, szertárként és fürdőként funkcionáló létesítmény egy kisebb átépítéstől eltekintve a 30-as évek óta, tehát a megnyitás óta változatlanul áll. Szakértői vélemények szerint sem az átépítésre, sem pedig a felújításra nem érdemes költeni. Az épületnek nincs alapja, a téglák és a vakolat szétfagyott az idők során. Most egy uniós pályázat elnyerésével hosszú évekre megoldódhat a klub problémája. Az önkormányzat által biztosított önrészsel együtt mintegy 55 millió forintból egy teljesen új, a mai igényeknek megfelelő létesítmény épül a pályán, miközben a gyepszőnyeg is egy 21. századi öntözőrendszert kap majd. Elnök úr, legutóbb akkor beszélgettünk egymással, amikor Tordason nyert a csapat, és bajnokságot nyert a csapat, fölkerült a Megye egybe. Most van egy hasonlóan örömteli hírünk, megújul a csapatnak az öltözője, illetve a kiszolgáló egységei. Mi igaz a hírből? Tehát a hír igaz, nyertünk rá pénzt, és a jelenlegi klubhelyiség helyén egy nagy öltöző fog fölépülni, kétszintes öltöző, és a régi meg elbontásra kerül. Lesz benne alul 5 öltöző, lesz egy ilyen melegedő helyiség, fölül egy nagy klubhelyiség, kazánház, nagyobbik szertár, alulfölül lesznek vécék, a földszinten lesz még a gondoknak egy helyiség, ahol a fűnyíró tartja a festéket, pályavonalzót, ilyeneket. Milyen típusú pályázat volt ez? Én úgy tudom, hogy az önkormányzat is hozzájárult ehhez egy X összeggel. A TAO-ból nyertünk rá pénzt, ez ilyen 50 millió forintos beruházás lesz körülbelül ez a nagy épület, még fölépül. A önkormányzat vállalta, hogy az őrészt állja az épületnek, a képviselőtestület megszavazta a pénzt. Ez nem egy kis kaliberű építkezés lesz, hogyha jól sejtem, ugye 50 millió forintos összeg ezt engedi sejtetni. Nyilván akkor nem is kezdődik el ebben az évben. Ha idő engedi, tehát olyan idő lesz, mint tavaly télen volt, akkor az ideális volna ilyen szempontból, mert hát nem volt fagy. Akkor tudnánk építkezni, akkor elég hamar készen az épület, ha nem, akkor csak hát szerintem február vége. Tehát akkor a mostani klubház helyére kerül ez a gyönyörű szép új építmény. Mi lesz a másik, a régi öltözővel, a felszabaduló területekkel? Hát az el lesz bontva, tehát lebontjuk azt az épületet. Még a jövő találja, hogy mi lesz vele. Sok elképzelés van rá, de hát egyáltalán nem szeretnék róla beszélni. Meglátjuk, hogy tudunk rá pénzt szerezni. Picit ez így talányos, viszont van egy olyan fejlesztés, ami eléggé konkrét, és ugyan nem kapcsolódik magához az öltözőhöz, de a pálya megújításához mindenképpen egy vadonatúj öntözőrendszernek a megépítése. Ez most hol tart? November 3-án kezdik az öntözőrendszernek a telepítését. Az elmente 2,5-3 hét alatt el fog készülni. Ez egy teljesen modern, automata, hát lényegében hozzá sem kell nyúlni, ennek csak nyílik el a füvet, és semmi más nem kell csinálni vele. Ennek a Gyula bácsi fog egyébként a legjobban örülni valószínűleg. Beszéljünk egy picit a csapatról, ugye azért már elment 6 mérkőzés, hogyha jól számolom, és hát a 4. helyen állunk. Ugye itt a tisztes helytállásról volt szó még a bajnokság elején. Igen, hát a cél most is a bemaradás. Egy meccset azért többet játszottunk mi, 50%-osak vagyunk. Ha ezt tudnánk tartani, vagy teljesen maximális mindenki elégedett volna, szerintem jól felhaladunk, és reméljük, hogy céljainkat el tudjuk érni. Az látható, hogy felszálló évben van a csapat, hiszen az első két meccs egy picit döcögősebb volt, aztán utána jöttek az eredmények. Most a hétvégén a kislány jön hozzánk, aki közvetlenül utánunk van most, ahogy néztem a tabellán. Igen, a kislángot fogadjuk hétvégén, szombaton 3 órakor. Hát győzni szeretnénk, tehát ezt is úgy kalkuláljuk, hogy mi ezt reméljük, hogy ezt a mérkőzést hozzuk, és utána lesz egy-két nehezebb mérkőzésünk is, de ezt mindenféleképpen szeretnénk hozni, ezt a kislányi mérkőzést.